Sziasztok! Most az M&M's-nek a pereces M&M's-ével készültünk. Ez nem újdonság, ez inkább Magyarországon újdonság csak, de Magyarországon sem lehet mindenhol kapni, mi konkrétan ugye az USA Candy-nél találtuk meg. Akit érdekel, be is rakom a linket, hogy meg tudja venni. Amúgy tök cuki, ezen most jöttünk, hogy itt van ugye ez a kis perec a röntgenkép mögött. Mi mindig összekeverjük, van a crispy. Igen, és mindig, amikor meglátom bárhol, akkor mindig, jaj, hát ha a pereces, de ez nem, általában nem az szokott lenni. De most örültünk, hogy végre találtunk pereceset, és hogyha esetleg titeket is érdekel, ott lesz a link. De hát nézzük meg, hogy milyen. Igazából ez egy régi élményként idéződik most föl nekem, hogy milyen is. És érdekes, hogy ugye ez a csomagolás nem papír, tehát mindenképp most szenvedtem a kinyitással, de csak sikerült. Szerintem van egy hiányzat is. Igen. Igen. Hát én egyet, ketté is harapok. Jó, ugye ezeknek az állagát külön ajánlom figyelhetőben, ezek inkább kis golyók, de azért, mert így gyakorlatilag egy ilyen ropi golyó van benne, sós ropi golyó, ami be van fedve ugye ezzel az M&M's csokival. Én is akkor... Ketté akartam harapni, de rosszul csináltam, hogy megmutassam nektek, hogy hogy néz ki, de most mindjárt megpróbálom egy másikkal. Hát azért nagyobb acka kéne. Az ízélmény nem változott, tehát még mindig nagyon jó. Én a sósságot próbálom benne felfedezni, hogy van-e benne. Van. És kéne is, hogy legyen, mert így crispy, salty, sweet. Tehát, hogy ropogós, sós, édes. Mondjuk persze most mind a kettőnél megpróbáltam ketté harapni, és nem sikerült jól, de igen. Én. Tehát, hogy ahogy egyszerűen tök olyan, mintha ennél egy perecet, ami be van vonva csokrival, tehát hogy egyszerűen zseniális. Most emlékszel, ettünk is már ilyet. Igen, ezek... Hát mondtuk már, hogy az USA Candy-nél... Igen, azzal kezdtem, hogy ott találtuk, nagy örülünkre. Rendben. Úgyhogy be fogjuk tenni a linket, hát mindenkinek továbbra is ajánlom. Hál' Istennek azt az élményt, amit... alapjában véve nekünk ez a perces M&M's nyújtott először, az nem sikerült neki tehát, hogy alulmúlnia, tehát ugyanolyan öröm még mindig. Úgyhogy azt mondom, hogy aki szereti a M&M's-et, mindenképpen próbálja ki, aki szereti a sós édes keveréket, az is mindenféleképpen próbálja ki, mert tényleg garantáltan pozitív élmény. Na, csak sikerült. Igen, de igazán nem sikerült ketté harapni, csak leharaptam a zománcot, vagy nem tudom, hogy mondjam, de így látszik, hogy tényleg ott egy ilyen kis perec. És az a tipikus, a perecnek az a finom része. Igen, az, meg a külső borítása, igen. Tehát ez a másik ilyen kedvenc pereces termékem, amikor tényleg egész perec van befedvei dolgokkal. Jó, hát ha érdekel titeket, lent megtaláljátok a linket, ki tudjátok próbálni. Írjátok meg, hogy tetszett, illetve ha bármilyen más perces terméket láttok, írjátok meg nekünk, mert hogy ez is külön. De arra készüljetek, hogy ez egyik kedvencetek lesz, tehát hogy nálunk ez egy ilyen abszolút befutó, tehát hogy igen, úgy kóstold meg, hogy onnantól kezdve csak ezt akarod, úgyhogy kóstoljátok meg, hogy tudjátok, hogy mi az, amit mindig akarni fogtok majd. Igen, nem tudok más, tehát én sem hozzáfűzni. Kövessetek minket szokás szerint a Facebookon, a YouTube-on és az Instagramon is. Sziasztok!